Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy aktuális szerelmi jóslás, ahol feltesszük a három fontos kérdést, hogy mi az ő gondolata, hogyan érzi magát és mit fog tenni. Ez egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kérd tőlem ezt a jóslást, a díjam minden jóslásnál 4000 forint. Az ő gondolatait itt középen látjuk. A nap megvilágít valamit, mutatja a valóságot, láthatóvá tesz valamit, tisztázódnak a dolgok, vagy vannak nála tiszta gondolatok és tervek. Miről van szó? Itt látható a szív, hogy szeret téged. Az ő érzelmeit itt bal oldalon látjuk. A kutya jelenti a baráti kört, vagy a hűséget. Itt a baráti körben vannak beszélgetések. És ez a beszélgetés, vagy ez a hír, amit a barátok, vagy a hamis barátok mondanak, emiatt itt megjelenik a felhő. Valami számára átláthatatlan. Vagy vannak itt pletykák, és mások azt állítják, hogy te nem vagy hűséges, vagy fordítva van így, hogy ő úgy érzi, hogy mások azt mondták neked, hogy ő nem hűséges. Emiatt megjelenik itt a felhő. És pontosan ezeket a dolgokat szeretné tisztázni, hiszen a nap jelenti a valóságot. Mit fog tenni az itt látható jobb oldalon? Ha te egy hölgy vagy, akkor te állsz itt a középpontban, és a virágcsokor jelenti a szépségedet, a szép környezetet, vagy egy kreatív tevékenységet, de azt is jelentheti a virágcsokor, hogy ő megajándékoz téged. Van köztetek egy kármikus szerelmi kapcsolat, hiszen a kereszt azt jelenti, hogy itt a sors utatok kereszteződött, ez a találkozás nem volt véletlen, ha vannak ugyan véletlenek. És a kereszt jelenti azt is, hogy útban van hozzád, és döntéseket hoz, hiszen elérkezik az élet útján ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkozik azon, hogyan tovább jött, milyen irányba. És megnézzük, hogy mit mutatnak a kártyák. Itt valaki támadja őt, vagy téged, itt szeretne menekülni, vagy biztonságba akar lenni, és itt vannak kihívások, külső támadások, ami a szívet illeti, itt lesznek megújulások. Lehet, hogy most még nincs meg a bizalom, mert vannak negatív befolyások, de itt van a fény, tisztázódnak a dolgok. És ami a barátokat, vagy a hűséget illeti, itt van ez az angyal, aki segít nektek, kiderül a valóság. És a felhő, itt is látható a fény, megvilágít valamit, akkor is, ha valaki itt hazudott, megpletykálkodott. Itt kiderül az igazság, és a madarak. Lesz beszélgetés, sőt, itt látható a játszadozás, a vidámság. És az útkereszteződés, itt érzelmekről van szó, vannak még korlátozások, mert nem bízol benne, de jönni fog, kimutatja az érzelmeit, megajándékoz téged, itt azért tisztázódni fognak a dolgok. A virágcsokor,
Itt látható a közösség találkozás másokkal. Miután ti találkoztatok, akkor itt lesz egy ünnepség, vagy lesz egy meghívás. Az is lehet, hogy van egy kreatív tevékenység, és itt lesz egy csoportos munka, vagy el tudod adni azt, amit te teremtettél, hiszen itt a hivatásodról is szó lehet. És itt látható, hogy kipihenheted magadat, megvannak az érzelmek, meg lesz a nyugalom, meg lesz újra a belső egyensúly. És az ő jelenlegi helyzete közeledik hozzád, és megajándékoz téged. Nem jön üres kézzel. És a te jelenlegi helyzeted? Néha úgy érzed, hogy ott vagy a szigeten, nem megy tovább, elveszíted a talajt a lábad alól, nincs semmi a zsebedben, vagy úgy gondolod, hogy nincs semmi az ő zsebében, mert eddig fukar volt, de látható, hogy most megajándékoz. Itt látható az ajándék, sőt itt is. És ez volt a felvétel. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, vagy jelentkeznél a csatornámra. Köszönöm szépen! És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!